A bogyók nagyon kicsik maradtak, és ami még a hőségnek tudható be, hogy hiába a nagy meleg, egyszerűen nem érnek a gyümölcsök. Zala és Somogy környékét nem sújtja az asszály oly mértékben, mint az ország keleti felét. Térségünkben a száraz februári és márciusi hónapokat követően a június bővelkedett csapadékban. Asszályról egyáltalán nem beszélhetünk. Csak ebben a hónapban 60 mm-nél több esőt kaptunk, ami problémát okoz az a hatalmas hőség. Ezt a növényeink megszenvedik, kalciumhiánnyal, napégéssel nap mint nap találkozunk, esetleg olyan problémával, hogy egyik napról a másikra a hőgutáptól elpusztulnak a növényeink. Bár a termés átlag a keleti országrészhez mérten nálunk lényegesen magasabb, az egyes zöldségek és gyümölcsök esetében jelentős problémákat tapasztalnak a szakemberek. A hőség miatt ugyanis az említett növények nem tudják felvenni a szükséges mennyiségű kalciumot és tápanyagot a talajból, ennek nyomai pedig a termések alján egyértelműen láthatók. Főleg gyümölcsösben tapasztaltuk azt, hogy kipusztultak a növényeink, egresnél, bogyósoknál, fekete ribézlinél, jostánál. A másik nagy problémánk az a paradicsom paprikában tapasztalható. Most lenne a dömping a paradicsomban, a fóliás termesztésben, és a termésünknek a 20%-át körülbelül elvesztettük a kalcium hiány miatt, ami a hőségnek tudható be. Érdemes odafigyelni tehát a kalcium pótlása, illetve lehetőség szerint az árnyékolásra is a fólia sátrak esetében. A gabonafélék esetében a szárazság, a nyári kánikulai hőség nem jelent akkora problémát térségünkben, hiszen a termések beértek, és bizonyos betakarítási munkálatok már lezárultak, mint például az őszi árpái. Ami most következik számunkra, ez az kritikus, mert most kezdődik a kukorica virágzása, és hogyha légköri asszály jön létre, akkor egyszerűen nem fog megtermékenyülni a kukorica, és emiatt csak üres csöveket fogunk találni, és lehet, hogy nem is lehet majd betakarítani. Remélem, hogy ez nem fog előfordulni, de sajnos már volt ilyen élményünk egy 12-13 évvel ezelőtt. Az április végi, május elejé napra forgó és kukoricavetés kellő mennyiségű csapadékot kapott a kikeléshez, a júniusi csapadékban gazdag időjárás pedig segítette a fejlődésüket, ezért a szakemberek bizakodóbbak, mint az ország egyéb területein.